Az elmúlt fordulókban sorra hullajtotta a pontokat a nyírbátori futballcsapat, így a közvetlen riválisnak számító Jászberény ellen mindenképpen győzni szerettek volna a hazaiak. A vendégek azonban már az első félidőben vezetést szereztek, sőt a második játékrész elején megduplázta előnyét a Berény. Pálinkás gólja már csak a szépítésre volt elegendő, így pont nélkül maradt a nyírbátor. A rivális érkezett hozzánk, hiszen előtte utánunk volt a tabellán, most megelőzött minket. Teljesen egyenrangú ellenfél volt a két csapat, talán kimondottan egyik csapat sem játszott jól. Mi két durva hibát vétettünk, az ellenfél pedig csak egyet, ezen múlt a három pont sorsa. A nyírbátornak nagyon hiányoznak a télen a Sparihoz távozó Hornyák Marcell góljai. A támadó ősszel szerzett 15 találatával még mindig vezeti a csoport góllövő listáját. Télen távozott a csapat legerősebb játékos, a Hornyák Marcell, és igazából még mindig keressük az utódját. Igazoltunk is, és csapaton belül is próbáljuk őt pótolni, de sajnos még egyetlen tavaszi mérkőzésen se sikerült egy gólnál többet szereznünk, így pedig nehéz előre jutni. A tabella negyedik helyezett és a legjobb kieső között 7 pont van, tehát körülbelül arra még két kieső helyre 10 csapat pályázik. Mindenképp kiélezett lesz, talán még az elmúlt éveknél is jobban. Arra számítok, hogy csak az utolsó meccsen fog eldőlni, hogy melyik az a két csapat, aki búcsúzik ettől az osztálytól. A Bátoriak vasárnap a tabellán közvetlenül előttük álló Diós Győr 2-höz látogatnak. Az ő szereplésük nagyban függ attól, hogy az első csapattól hány játékos játszik vissza. Éppen ezért nagyon hullámzó teljesítmény nyújtanak, úgyhogy csak az összeállítás ismeretében tudunk majd nyilatkozni arról, hogy mik az esélyek. De nyilván most bárki játszik, akkor is ezt a mostani vereséget mindenképpen feletednünk kell egy pontszerzése vagy pontok szerzésével. A forduló további párosítása a következő: Deac Cigánd, Gyöngyös Balassa Gyarmat, Tája Putnok, ESMTK Tiszaújváros, Jászberény Monor és MTK 2 Füzes Gyarmat.